Szinte egész évben békés csend honol a város utcáin. Azonban, ha alaposabban körbenézünk, rájövünk, hogy az ajtók mögött hónapokig tartó, várakozással teli hangos készülődés zajlik. Hogy mire? Arra a 6 napra, amikor felfordul itt az élet. Ezek a maszkok testet öltenek, és a jankelékkel, sokáclányokkal együtt csintalan busók árasztják el ezt a 900 éves települést. A böjti időszak kezdetét, azaz a húshagyókeddet megelőző néhány napon keresztül itt zajlik, sokát szóval élve, a poklade, azaz a busójárás. Igazából ez a régi horvátok, sokacok hozták magukkal, a régi Boszniából katolikus horvátok, akik ide lettek telepítve, ők hozták magukkal. A régi sokacság Kebelén nevelkedett ősi néphagyomány. Nagyon szép, szerelmes történet az alapja, mert hogy az itt élő sokacságból a fiút és a lányt elszakítja a török sereg, természetesen a lányt rabolják el. A fiú elmenekül a családdal, és a nagypapa segítségével azért összefognak, és átkelve egy viharos éjszakán elrémisztik a nagy török sereget, és természetesen egymásra talál a fiatal pár. A népszokás, amelyet a sokácok meghonosítottak Mohácson, mára-már világszerte ismert. Mi sem bizonyítja ezt jobban, mint az, hogy 2009-ben felkerült az UNESCO az emberiség szellemi kulturális örökség reprezentatív listájára, valamint 2013 óta a busójárás hungarikum. Nálunk a busójárás előtt 2 héttel megáll az élet. Ezekben a napokban csütörtöktől szerdáig polgármesteri bélyegzővel ellátott ellenőrzőben nem kell a gyereknek menni iskolába. Egy a kérés, részt vegyen a mohácsi busójáráson. Táncoljon, énekeljen, öltözködjön. Szervezett formában iskolák, óvodák viszik a gyerekeket. A látszat ellenére a busóvá váláshoz nem elég az állarc. Igaz, hogy az az öltözék koronája, és az igazi busó le sem veszi a poklade ideje alatt, mégsem ezzel kezdődik az átváltozás. A busók először is magukra öltik a fehér, olykor szalmával kitömött vászongatját, majd a színes gyapjúból kötött cifra, bütykös harisnyát, amit a bocskorral együtt vesznek fel. Ami utána következik, az pedig egy bunda, ami látszik, hogy nagyon sokféle található, ugye a fehértől a feketén át, a rövid merino jellegűtől a hosszú ilyen racskar típusú, ami még fontos, ugye a tarisznya, ami ugyancsak elengedhetetlen elvisse a busónak, hát természetesen a belevalóval is, ami jelen pillanatban még üresbe, de bízunk benne, hogy ezzel fogunk tudni segíteni. A busó társaságot a tarisznya tartalma, a bundát pedig az öv vagy a marha kötél tartja össze, amelyre a kolompot akasztják. Ahhoz, hogy a telet, akár csak a monda szerint a törököt jól megijesszék és elűzzék, minél nagyobb ricsajt kell csapni. Ebben segít a kolomp mellett az elmaradhatatlan kereklő is. És hát a mindenkinek a saját büszkesége, ez az állat, amitől igazából busó a busó. Ez az állarc, ez körülbelül 30 éves, egy nagyon régi maszfaragónak a terméke. A busójárás hagyományának megőrzése nem csak a beöltözésből és a felvonulásból, azaz nem csak ebből a 6 napból áll, hanem legalább ilyen fontos a busókhoz kapcsolódó tárgyak, az öltözék és a maszk elkészítése is. A korábbi hagyományokhoz híven sokan ma is maguknak faragják az állarcukat, de Mohácson több maszkfaragó népi iparművész is vésővel a kezében formálja a mosolygó, mégis ijesztő maszkokká a fűzfadarabokat. Ez egy groteszk fapofa. Látjuk, így kezdődik egy deszkadarab szinte. Azt is látjuk, hogy ember készíti. Azt is tudjuk, hogy ember hordja. És amikor jön felénk egy ilyen groteszk fadarab, akkor igazából nem a maszkot nézzük, hanem a saját félelmeink kezdenek el mozogni, hogy most bántani fog, vagy nem fog bántani. És a legkedvesebb mosoly is, hogyha rögzítve van, és folyamatos, előbb-utóbb félni kezdünk tőle. Egyszerre rémiszt és nevet, mint amikor az édesanyja rászól a gyerekre. Szóval ennek ugyanaz a lényeg, hogy a mohácsi busóállarcnak mosolygós hatású emberarc ábrázolás, mosolygós száj. Kell hozzá hit, kell hozzá
érzés, kell hozzá valamilyen motiváció. Egy emberarc van a kezemben igazából. Egyetlen egy fából faragjuk meg a mohácsi busó állarcot, ami vörös fűzfa. Sertésvérrel vagy marhavérrel kell kennünk. Nekem a kis feleségem segít ebben, mi csalódai manufaktúrában dolgozunk. Tehát sertésvérrel kenjük le, mindenhol itt is van az állarc. Mutatok egy maszkot, ami le van kenve. Télen vágtak állatot, mindenki magának, minden család. Adott volt a vér, fölfogták, meg volt a maszk, így naturba, natura állarcok. És lekente magának. Ennyi a magyarázat a vérrel való festésnek. A maszk az valamilyen hittel töltött, kultikus tárgy, és abban hisznek, hogy aki busóvá válhat, busóvá válik, az egy kiválasztott erővel rendelkező, egy ember feletti erővel rendelkező lény, aki rólunk, tőlünk űzi el a gonoszt, a félelmet, a hideget, jelképesen a telet, és meghozza a biztos jövőt, a túlélést. Magyarul a busó az egy jó alak. A busó az minket szeret, minket véd. Az állarc emberfeletti erővel bír, amint magára ölti valaki. Hiszen az inkognitó lehetőséget ad a határok feszegetésére és a korlátok ledöntésére. A maszk alatt egy másfajta tudatállapot, valóságos átváltozás megy végbe. Egy gyönyörű szokás, ugyanis nem tudom, ki van a maszk mögött. Ugyanígy, aki a maszk mögött van, annak bezárul a világ, beszükül minden, a látása például csőlátás lesz. Csak azt látja, amire néz. Még maga elé se lát, maga mellé se lát. Viszont akire ránéz, arra hatással van. Megtehetem, hogy a legszebb nőhöz menjek oda, megtehetem, hogy a legelőkelőbb nőhöz menjek oda, én megtehetek bármit. És ha én ránézek valakire, az vagy fél, vagy szeret, én hatottam rá. Tehát én nagyon erős vagyok. Én egy kiválasztott ember vagyok. Szerintem ez egy ilyen teljesen más állapot, amit az ember így igazából, amikor fölhúz egy állarcot. Igazából egy nagyon-nagyon jó kedvet képzeljünk el az állarc alatt, és hogy a korlátok, a szabályok egy kicsit tágabbak, mint amikor az ember ugye a rendes civil életben. Egy nagyon-nagyon jó dolog, és mindenkinek javaslom. Ha ezt fölveszük, és ha végigmegyünk, akkor az olyan érzés, úgy gondolom, csak azt tudja ezt érezni, aki már ezt kipróbálta, és nem csak turistaként, hanem egy ilyen millióbe, egy ilyen közösségbe bekerülni, az úgy gondolom, hogy felejthetetlen mindenki számára. Hihetetlen hatalmasnak érzi magát az ember. Tehát aki egyszer beöltözött busónak, az tudja, mi az boldognak lenni. Egy más tudatállapotba kerülnek. A más tudatállapot pedig csak akkor érhető el, ha a busó valódi kiléte nem lepleződik le a külvilág előtt. Pont ez a lényege az állarcnak, az átváltozás, az újjászületés, hogy nem arra kíváncsiak, aki alatta van, hanem magára, a busóra kíváncsiak az emberek, hogy ne fedje föl magát a busó. A titok a lényeg. Akinek fontos, hogy ne tudjuk meg, hogy mit művel ebben a három napban, annak minimum egy olyan jó maszkja van, amit még soha nem fettek fel, soha nem tudtuk meg, hogy ki van mögötte. Soha nem vetjük le az állarcot, tehát sőt, nagyon gyakran van, hogy cserégetjük az állarcot, pontosan azért, mert egy idő után már megszokják azt, hogy ó, ez biztos az, és ezért a barátokkal kicsit elcserégetjük, és így biztos, hogy senki nem tudja, hogy ki van a maszk mögött. Ha esetleg a lányokhoz, menyecskékhez, tehát akivel titokban volt, megölelgette, megsimogatta, mert igazándiból a maszk az eltakarta az arcát, és nem fette föl magát, hogy ki is valójában ő. Vannak nagyon sokan, akik igénylik is, bármilyen furcsa, de hát szeretik a hölgyek, amikor egy kicsit átkaroljuk, és megsimogatjuk őket. Az igazi busójárás nem csak a tréfálkozásoktól és csintalanságoktól érdekes, és nem csak a kolompoktól, kereplőktől hangos. A zene, a tánc legalább annyira fontos velejárója a felvonulásnak ma is, mint egykor a házról házra járásnak. Hey!
Dudás gyakran kísérte ezeket a búsókat, ők táncoltak erre, bent bolondoztak a háziakkal, vagy esetleg még vastagabb tréfákat is űztek, hogyha éppen nem úgy fogadták őket erre. Nagyon sok példa és nagyon sok történet van. A búsójárás zenéje először is hangos kell legyen. És ez minden. Tehát itt a vidám, hangos, harsány, élénk zene az elsődleges, az a lényeges. És a karnevál is erről szól, itt vidámkodni kell, tabukat kell törni, és egyszer csak jön a hamvazó szerda, ott ez mind megáll, és akkor visszatér az élet, visszatér a munka. Szeresd, mert a miénk. Becsüld, mert magyar.